Köszönöm, kis Bill. Türelmet, magam sem vagyok túl jó Macintosban. Nagyszerű. Tomka Gergely vagyok, egy nagyvállalatnál dolgozom. Hányan dolgoznak itt olyan farmokkal, ahol mondjuk 60 ezer szerver van? Vigyödi, tedd le a kezed, Feri, tedd le, nem Feri fenntarthatja. Aki már dolgozott ilyennel, tudja, hogy a fő probléma az mindig a legrégi és a legújabb szerverekkel van. A legújabbaknál olyan problémák vannak, hogy 128 processzorra nem működik a Muni. A régebbiekkel meg olyanok, amit most elmesélek. Történetünk egy régi Solaris Clusterról szól, két épületben két gép, osztott SanDisk. Gondolom, ilyet már mindenki látott. Amikor az egyik szerver megdöglik, a másik átveszi a dolgát, és a szolgáltatás többé-kevésbé zökkenőmentesen megy. Na most, ahhoz, hogy lássuk, hogy miről van itt szó, öreg Solaris Cluster, az USR, tehát minden futtatandó bináris ÁF-esen van, ez később fontos lesz, és ez a cluster rendszeresen elhasalt. Ilyenkor az egyik oldal ugye elhasal, azt leküldik OK promptba, ha ezt tudjuk, hogy mi. Elindítjuk a szolgáltatást a másikon. Itt történt a baleset. Nem tudom, tudjuk-e milyen az OK prompt, számítógépet leállítjuk. Mint amikor leállítjuk a videomagnót, amikor bejön a nyuka. Itt történt az apró baleset, valaki nagyon okos, az OK promptba beírta, hogy go. Ami azt jelenti, hogy a videó tovább megy, mind a két nód elkezdett írni a közös SanDiskre, ami hát eléggé borzasztó. Ilyenkor ugye nem nagyon tudja az egyik kész, hogy mit csinál a másik láb. És ez elég csúnya. Ez ugye split brain-nek, ez nagyon nehéz előidézni, nekem sikerült, nagyon büszke voltam magamra. Ilyenkor van egy telekonferencia, hogy mi történik a gépekkel, és hát bejelenteni, hogy kedves barátaim, most eltűntek az adatbázisaitok, az borzasztó élmény. Utána ugye neki látunk, mert ilyenkor mentésből visszaállítani az adatbázist, szerencsére időben szóltam, tehát csak úgy kb. 100 megabájtnyi adat veszett el. Aztán kiderült, hogy nincsenek teljes mentések úgy az elmúlt három évről. Megnézték, valami 1 terabájt, meg még valamennyi volt az növekményes mentés, és volt erre egy 100 megabites linkünk. Ez, amikor az ember bejelenti, hogy veszített. Ekkor szerencsére főnököm alaposabban megnézte, hogy mi történik. Kiderült, hogy van egy 1 gigabites link, amit nem használtak. Így sikerült 3 nap alatt visszaállítani a két karaktert, 3 nap ezt szeretném, ha észrevennek. Nagyszerű teljesítmény. Az is kiderült, hogy miért hasal el a cluster. Ugye mindig, amikor megindult a 20-valahány adatbázisról a teljes mentés, a 20-valahány szálon, ez túltelítette a 100 megabites linket, amin aztán az ÁF-es forgalom nem fért el, így aztán az oklendszer megdoblott. Ez másfél évig ment így nagyjából, amíg végre valaki hősiesen csinált egy split brain-t, és ez kiderült. Ami igazán szép, hoppá, hogy hogyan oldjuk meg ezt hosszú távon egy nagy cégnél. Először is diszkréten közöltük a felhasználóval, hogy most pontosat nem tudok mondani, de a klasztereknek ez történt 2011-ben, a hardvernek azt hiszem 2002-ben volt, de most már tényleg end of life, ne is keressél minket vele ideje. Nekünk vannak nagyszerű modern klaszterek 128 CPU-val, meg egy olyan varázslattal, amit én is SCSI locking-nak hívok. Az egyik kép magához ragadja a diszkeket, és a másik nem írhat rá. Nem biztos, hogy a szolgáltatás működni fog, de az adatbázisok megmaradnak. Arról nem is beszélve, hogy egy 7 unitos blade chassis az egy alkalommal 8 rexek lényel öreg Solaris-t váltott ki. Meg hát, tehát ezek a szlájdok jobbára a jogi osztálynak készültek. Nincs benne például, hogy a főnökeim milyen hősiesen védték meg azt a szerencsétlen rendszergazdát, aki ezt a két karaktert beírta.
mindent sikeresen másra kentek. Más kérdés, hogy utána legalább egy évig folyamatosan ezzel zrikáltak. Hát így néz ki a hétköznap élet a Morgan Stanley-nél. Várom a kérdéseket. Első kérdés Feri. A Skazi locking működéséről kérdezett, roppant egyszerű, vegyünk 16 kamionnyi Hitachi diszket, meg két programozót, akik tudják, hogy hogyan működik a Skazi locking, és ők írnak egy scriptet, egy programot, ami ezt megcsinálja. Ezt nyilván bele kellett tenni a Veritas Cluster Services szoftverbe is, de ennél sokkal többet én nem tudok róla. Tehát ezt a Hitachi csinálja, és adtak nekünk hozzá egy API-t. Nincs több kérdés. Csalódott vagyok. Akkor köszönöm szépen.